Ilyen orvosi védőkesztjük készülhetnek már idén Máté szakán egy új egészségügyi projektnek köszönhetően, melynek keretében egy gyárépül felhamarosan a településen. Az ipari parkban lévő telek átadását átvételéről szóló szerződést a napokban írt alá a beruházó cégvezetője és a város polgármestere. Összességében négy gépsorban gondolkodunk, és ez a teljes magyarországi igényt ki tudná elégíteni. Egy rendkívül nagy termelékenységű gépsorról van szó, és hát az ipar négy megfelelő alkalmazás technikáját fogjuk itt is használni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy részben automatizált, robotizált gyártósorról van szó, amelynek végeredménye a különböző sebészi, illetve vizsgálókesztjük megléte. A vállalkozás amellett, hogy itt kapott jó lehetőséget az önkormányzattól, részben családi kötődés miatt választotta a beruházás helyszínéül Máté Szalkát, ahol egyéb más jellegű elképzelései is vannak a jövőt illetően. A város polgármestere az eseményen azt hangsúlyozta, stratégiai szempontból fontos az üzemfelépítése, amely az iparűzési adó befizetésével a település bevételeihez is hozzájárul. Emellett egy másik jelentősége is van az 5 milliárd forintos beruházásnak. Most már így tevőlegesen is részt vesz a koronavírus járvány elleni küzdelemben, hiszen Máté Szalkai üzemben, Máté Szalkai munkavállalók által, az ország orvosi védőkesztyű, egészségügyi védőkesztyű szükségletének 100%-át kívánja majd az EU Fajor KFT előállítani, legyártani, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés, nem csak gazdasági, munkaerőpiaci szempontból, hanem egyéb okokból a járványügyi védekezéshez való csatlakozás szempontjából is. Most még üresen áll ez a Tenek Máté szaka ipari parkjában, itt épülhet meg az üzem a következő fél évben. A több mint 270 millió forint értékű terület vételárából az önkormányzat 150 millió forintos kedvezmény biztosított. Cserébe a cég a helyi munkaerő problémákat is mérsékelni, 20 főnek biztosítanak majd munkát. A vállalásokat ráadásul 5 évig fenn is kell tartaniuk, ez idő alatt évi 3 milliárd forintos bevétellel számolnak.